Adjatok hálát az Úrnak, dicsérjétek az Urat, mert jó, mert örökké tart az ő szeretete. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hálaadó gyülekezet, a 105. Zsoltárunk első versével mondjunk hálát Istennek az ő megtartó szeretetéért, gondviseléséért. 105. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Helyünket elfoglalva a 435-ös számú dicséretünket énekeljük mind a három versével. 435-ös számú dicséretünket énekeljük, első verse így kezdődik: új esztendő víradott, fényes hajnal támadott. Szentlélek Isten, szállj le mi közénk, és magyarázd a te üzenetedet, prédikáltasd a te igédet, nyisd meg a mi elménket, nyisd meg a mi szívünket, segíts nekünk megérteni, segíts nekünk hozzád eljutni, hozzád közelebb lépni. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek igéjét,
Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből, a 4. fejezetből fogok olvasni, a 10. verstől a 20. versig. A Filippi beliekhez írott levélből, a 4. fejezetből, a 10. verstől a 20. versig, amíg Istennek igéjét olvasom a gyülekezet helyét elfoglalva, nyitott szívvel hallgassa végig. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Makedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem vállalt velem közösséget, csak ti egyedül, mert egyszer-másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Átvettem mindent, és bővölködöm. Megvan mindenen. Miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött jó illatú, kedves, Istennek tetsző áldozatként. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőséggel, Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön örökké. Amen. Isten tegye áldottá az ige hallgatását, szívünkbe fogadását. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, drága mennyei édesatyánk, téged élet a dicséret és a hála azért, hogy ma itt állhatunk egy új év küszöbén. Köszönjük, hogy élhetünk. Köszönjük neked azt a gondoskodást, amivel végighoztál bennünket az elmúlt éven. Ahogyan, mint jó pásztor, előttünk jártál és vezettél bennünket. Urunk, köszönjük, hogy megőriztél bennünket és szeretteinket. Köszönjük, hogy adtál erőt hordozni a próbatételeket, a nehezet. És köszönjük mindazt, amit ezekben a helyzetekben tanultunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, azt, amikor elbizonytalanodtunk jóságodban. Megkérdőjeleztük a te jelenlétedet, a figyelmedet. Bocsáss meg, ha türelmetlenségből, kishitűségből kárt okoztunk, amikor ölelés helyett bántást adtunk, szeretet helyett féltünk. Hisszük, Urunk, hogy ahogyan velünk voltál eddig, velünk maradsz ebben az évben is, ami még el van rejtve a mi szemeink elől. Szeretnénk aggodalmainkat átadni neked, és arra kérünk, hogy nyugtasd meg a szívünket, lelkünket. Segíts nekünk most megragadni drága ígédben azt, ami számunkra élet és békesség. Lelked által légy itt közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 714-es számú dicséretünknek az első versét énekeljük. 714-es számú dicséretünk első verse így kezdődik: Te hozzád jövünk már, Istenünk. Thank you.
kedves testvéreim, a már olvasott Filippi beliekhez írott levél 4. fejezetéből fogom olvasni a 12. és 13. verseket eképpen. Tudok szükölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Amen. Kedves testvérek, a 2023-as református bibliaolvasó kalauzunknak az éves igéjét választottam ennek a mai Isten tiszteletnek az alapigéjévé. Ugye minden bibliaolvasó kalauz elején van egy olyan ige szakasz, ami ki van választva egész évre, és ha jól figyeltünk, akkor a könyvjelzőre is, ami benne van, ez az ige szakasz van felírva. Pál börtönben van, amikor ezt a levelet írja, mindössze 4 fejezet az egész levél, és az a rész, amit felolvastam, az már a vége fele van, amikor köszönetnyilvánításokat mond. És hallottuk, hogy Pál azért mond köszönetet a Filippi beli gyülekezetnek, mert támogatták őt anyagilag. Nem csak a börtönlét alatt, hanem korábban is volt rá példa, hogy gyűjtöttek a számára, és azt elküldték, de most ennek az adománynak, amit Epafroditosz vitt el neki a börtönben, ennek most különösen nagyon-nagyon örül. Az is érdekes, azt is hallottuk, hogy Pál nem fogadott el anyagi támogatást amúgy egyik gyülekezettől sem. A Filippi beliekkel azonban különleges kapcsolata van, és ezért engedi meg nekik, hogy ők időnként gondoskodjanak róla. És ehhez kapcsolódva van ez a 2 ige szakasz, amit a bibliaolvasó kalauzunk is ajánl, mint egy egész évre vezérfonalt, vagy úgy magunkkal vihető ige szakaszt. Tehát ehhez kapcsolódva írja Pál, hogy tudok szükölködni és tudok bővölködni, egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba, éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe is egyaránt. A kalauz egy magyarázatot is ír mindig ehhez az ige szakaszhoz a legelején, és ebben a magyarázatban az van leírva, hogy Pál részéről ez nem egy elméleti tudás, nem is egy túlélési módszer, hanem ez egy személyes megtapasztalás. Különbséget tudunk tenni a között, kedves testvérek, amikor valaki úgy mond el valamit, hogy azt olvassa, vagy hallott már róla, és teljesen más az, amikor valaki úgy beszél valamiről, mint amit ő maga is átélt. És ezek mögött, a sorok mögött valóban nem egy ilyen elméleti okfejtés van Pál részéről, hanem ő úgy írja ezt, mint amit ő átélt, mint amit tényleg megélt. Mintha azt mondaná, hogy átmentem rajta ezeken, átéltem ezeket. A be vagyok avatva mindenbe, ez ezt jelenti. És ez nem dicsekvés amúgy Pál részéről, mielőtt még azt gondolnánk, nem is számonkérés, hogy na akkor, hát nektek is minimum így kellene élni, hanem ez egy bizonyságtétel az ő részéről. És ez azt jelenti konkrétan, hogy Pál tényleg élt meg olyan időszakokat, amikor jól ment a sora, amikor mindene megvolt, amikor bőségben volt, amikor nem kellett azon gondolkodni, hogy akkor holnap vagy holnap után hova hajtom le a fejemet, vagy mit fogok enni. És azt gondolnánk, hogy de hát ehhez nem kell nagy tudás. Hát bővelkedni mindenki tud. Nem. Mert hogy Pál ezekben az élet szakaszaiban is hálával tudta fogadni ezt a bővelkedést. Nem pazarolt, nem bízta el magát. Nem gondolta azt, hogy ez az én eredményem, hogy én milyen ügyes vagyok. Hanem ezt tényleg úgy vette, hogy ezt most Isten neki megadja, és hogy ezért hálás,
és most él ezekkel a javakkal. Talán gondolhatunk Pálnak arra az életszakaszára is, amikor ő még, mint farizeus a karrierje csúcspontján élt, és akkor ugye az bizonyos anyagi juttatásokkal is járt. Tehát el tudjuk képzelni, hogy akkor neki tényleg mindene megvolt. De gondolhatunk azokra az évekre is, amikor egy-egy gyülekezetbe hosszabb időt töltött. És akkor volt neki koszt, volt kvártély, tényleg volt biztos fedél a feje felett, és mindig voltak a gyülekezetbe olyan emberek, akik gondoskodtak róla, akik meghívták őt, és azt is tudjuk, hogy ő maga is a sátor készítésből, ami az ő szakmája volt, is el tudta magát tartani. Tehát Pál ismert és megélt jó időket, amikor volt elismerésben rész, amikor nyugalom vette körül, amikor nem kellett aggódnia, biztonságba volt, és ő ezt Isten iránti hálával vette. Nem úgy, mint a bolond gazdag, aki ugye ismerjük a példázatból, hogy amikor nagyon sok java lesz, akkor elbízza magát, és azt mondja, hogy egyél így áll lelkem, és semmire nincs gondod, és egyre nagyobb magtárakat épít. Ő nem bízza el magát, hanem tudja azt, hogy emögött, most emögött, a jó mögött Isten áll. Ugyanakkor azt jelenti ez az ige, hogy Pál megélt szűkös időket is, amikor viszont tényleg azon kellett gondolkodni, hogy mit fogok enni holnap vagy holnap után, amikor bizonytalanság vette körül, akár az élete is veszélyben volt. Erről is tudunk, ő maga felsorolja a második korintusi levélben. Azt mondja, hogy többször börtönöztek be, sok verést szenvedtem, sokszor forogtam halálos veszedelemben, zsidóktól 5-ször kaptam egy híján 40 botütést, 3-szor megveszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 hét és 1 napot hányódtam a tenger hullámain, gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztaságban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és vesződtségben, gyakori virasztásban, éhezésben, szomjazásban, böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezt ő írja le saját magáról, és mindezekben a helyzetekben Pál nem sajnálta magát. Nem vesztette el a reményt, nem kérdőjelezte meg azt, hogy hol van Isten ezekben a helyzetekben, miközben ő Isten szolgájaként működött és tevékenykedett. Nem átkozta azt, akinek per pillanat akkor jobban ment a sora, hanem el tudta fogadni ezt ugyanúgy Isten kezéből. És mindennek a kulcsa, kedves testvérek, Pál elégedettségének a kulcsa, hogy Pál sosem a körülményeire tekint. És sosem azt nézi, hogy mi van körülötte, hanem ő mindig Krisztusra néz. Neki Krisztus a biztos pont, akiről tudja, hogy ott van akkor is, amikor minden jó, és ott van akkor is, amikor minden elromlik. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem, azt mondja. Ez egy nagyon egyszerű gondolat, vagy mondat, mégis olyan ritkán hallom. Ritkán értjük ezt jól, és ritkán halljuk azt, amit ő megfogalmaz. Megtanultam, hogy elégedett legyek minden körülmények között azzal, amim van. Megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van, amiben vagyok, aki vagyok. Pál megtanulta, hogy ő a körülményeitől függetlenül bízhat abban az Istenben, aki vele van ezekben a helyzetekben is. És ezt úgy tudta megtenni, hogy ő az anyagi javak, az elismerés, a karrier, a siker, az akármi elé oda tette Jézust. Neki tényleg Jézus van a központban. És mindez is, amit elmondtam, ott van, de nem ez határozza meg őt. Értjük ezt? Hanem az határozza meg, hogy nekem van egy Krisztusom.
És lehetnek rendben a dolgaim, meg lehetnek nem rendben a dolgaim, és ez egy tény, amit elfogad, de nekem az életem alapja és az életem értéke az a Jézus Krisztusba vetett hitem, aki megtart engem minden helyzetben. Egy évnek a fordulóján óhatatlanul, ugye tegnap is hallottuk, kicsit mérlegelünk, kicsit úgy átgondoljuk azt, ami mögöttünk van, úgy átpörgetjük a képeinket, a feljegyzéseinket, vagy a naptárat, vagy úgy a agyunkba, hogy mi is történt velünk, és bizonyára mindannyian találunk ebben az elmúlt évben is olyan életeseményt, ami nagyon jó volt, és olyat is, ami nem volt annyira jó. Vagy ha nem csak az elmúlt évre tekintünk, hanem hosszú távon végig tekintünk az egész életünkön, ez már egy nagyobb ívű, nagyobb mértékű számadás, ott is fogunk találni olyan életszakaszokat, amik nagyon nehezek voltak, és fogunk találni olyan életszakaszokat, amik már nagyon jók voltak. Hát, hogy ez jelen van nyilván a mi életünkben is. És a kérdés az, hogy én hogyan értékelem ezeket az időszakokat. Hogyan mondom el? Érzem-e ezekben azt a fajta békességet és azt a fajta elégedettséget, hogy Krisztus ott volt végig velem? Látom-e a Krisztus, szoktam mondani, hogy az aranyfonalat, a Krisztus ujját, érzem-e, látom-e, hiszem-e az ő jelenlétét az én életem eseményeiben? Legyen az akár jó, vagy akár rossz. Van egy úgynevezett olyan kifejezés, hogy életmese. Azt jelenti ez, hogy az élet nem az, amit átéltünk, hanem amit elmesélünk. Ezt Gabriel Márquez mondta. És hogy jól értsük, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy amikor megtörténnek velünk a dolgok, akkor lehet, hogy nem tudunk olyan nagyon bölcsen hozzáállni. Főleg, hogyha nehéz helyzetről van szó, akkor túlélünk. Viszont amikor átmentünk azon az időszakon, akkor visszatekintve azt mi valahogy elmondjuk. És ebben van egy értelmezés. És például egy betegséges időszakot, vagy egy olyan nehéz időszakot, ahol kapcsolati törés történt, például egy válást, sokféleképpen el lehet mondani. El lehet mondani úgy, hogy ez mekkora tragédia volt, ott megtört az életem, vége van mindennek, és nincs remény. És rossz az egész világ, és gonoszak az emberek, és ne bízzál senkibe. Vagy egy ugyanilyen megélt traumát el lehet mondani úgy is, és mi keresztényként nagyon nagy előnybe vagyunk ám. Mindig elmondom mindenhol. Mert aki nem keresztény, azoknak nincs Krisztusuk. Nekünk meg van. És én el tudom mondani azt, hogy engem ezen az élethelyzeten, ami ugyanolyan nehéz volt, Krisztus az, aki áthozott. És azt tanultam meg belőle, hogy mennyire kitartó tudok lenni. Azt tanultam meg, hogy amikor a leggyengébb vagyok, akkor is kapok erőt valahonnan. Akkor volt hozzám ez a Krisztus a legközelebb. Tehát itt nem arról beszélek, hogy hazudjunk. Az életmese nem hazugság, nem változtatja meg a tényeket, hanem értelmezi. És nem mindegy, hogy egy-egy történést hogyan mesélek el a gyerekeimnek. Milyen üzenettel adom át, hogy volt egy ilyen időszak a családunkban, ez történt, de nagyon nehéz volt, el lehet ismerni ezekben a fájdalmakat, de el lehet mondani, hogy ott valami új született. Ott volt az, ahol igazán megértettem, hogy Jézus mit tett, értem. Ott tanultam meg önállóvá válni, függetlenné válni. Ott tanultam meg én lenni. Millió tanulsága lehet ezeknek az élet szakaszoknak az életünkben. És hogyha van egy ilyen megtapasztalásunk, mint ami Pál apostolnak van, hogy mindegy mi volt, nekem Krisztus volt az erőforrásom, akkor kedves testvérek, ez ad
a mi életünk történéseinek egy olvasatot. És ebbe benne lehet ugyanaz a bizonyságtétel, mint amit Pál apostol itt elmond, és ebbe benne van az a békesség, ahogyan el tudom mondani a rosszat is. Már békességgel. És benne van az a bizalom, hogy ahogyan átlépek abba a következő évbe, amiről amúgy semmit nem tudok, nem tudjuk, hogy mit hoz. De nem a félelem és a rettegés van bennem, hanem az a bizalom, hogy az a Jézus Krisztus, aki eddig is ott volt, és a legnehezebb időszakokon is mellettem volt, és áthozott engem ezen. Bármi jöjjön is, ő ugyanúgy ott lesz velem. És mindig a javamat fogja akarni. És mindig meg fog engem erősíteni. Hallgattam az elmúlt napokban egy podcastot, az, amikor két ember beszélget. Edith Eva Eger és Máté Gábor beszélgetett. Mind a kettő magyar gyökerű, tehát Magyarországról elszármazott, de Amerikában élő pszichiáterek, pszichológusok. Edith Eva Eger 95 éves már. Ő ugye átélte a zsidó lévén a világháborút, Auschwitzot az utolsó pillanatban, majdnem hogy félholtan szedték ki onnan. Máté Gábor is traumakutató, és ő is nyilván a saját tapasztalataival dolgozik. Nagyon érdekes volt maga a beszélgetés is, de nem emiatt említem, hanem amikor már a végén elköszöntek egymástól, akkor mondotta az Edith valamit. Azt mondta: kíváncsian várom, mi fog még történni. 95 éves. 95 évesen, hát nem tudom, hogy én azt megélem-e, de hogy az ember azon szorong, hogy hogyan fog meghalni, ott lesz-e vele az, akit ő szeret, ha leesik a lábáról, valaki ápolni fogja, vagy nem, vagy... Tehát, hogy még sokkal fiatalabban is elkezdünk ezen aggódni, hogy hát mi lesz velünk, hogyha leesünk a lábunkról, hogyha ez történik, vagy az történik az életünk felől. És sokat aggódunk, igen, hogy mit hoz ez az év majd például. Biztos, hogy bennünk van. Mit hoznak ezek a napok, amik előttünk vannak? Vajon igaz-e, amit a hírekbe hallunk? Annyi nyomasztó dolog van körülöttünk, ez a drágaság, vajon elég lesz-e, amink van? Meg tudjuk-e magunknak engedni ugyanazt, amit eddig? Mi lesz ezzel a háborúval is? Egy csomó aggodalom, egy csomó kérdés lehet bennünk, és mindannyiunknak megvannak a saját maga aggodalmaink és kérdéseink, de az, ami engem ott... vagy megütött, vagy szíven ütött, vagy amin én magam is úgy meglepődtem, és nagyon elgondolkodtam ezen a derűs, életszerető kérdésen. Kíváncsi vagyok, mi fog még jönni. Hát zseniális. Ez a nyitottság. És Pál ugyanezt mondja, hogy megtanultam, hogy elégedett legyek. Tudok ilyet is, tudok olyat is, megéltem ezt is, megéltem azt is. És bármi jön, egy biztos, nekem van egy Krisztusom. És ő ott lesz velem, és meg fog engem erősíteni. Iszonyú felszabadító ereje van, hogyha ezt nem csak mondjuk, hanem ide beengedjük, és tényleg elhisszük. Mert ennek ez a kulcsa, hogy ezt tényleg elhiggyem. Az egyetlen dolog, amin el szoktunk bukni, kedves testvérek, amikor nem Krisztuson függünk, hanem a körülményeken. Amikor a tekintetünk elkezdi azt nézni, hogy a körülmény, hogy mi az, ami körülöttünk, hogy a munka, a család, az anyagiak, akármi, hogy ez rendben van-e, az rendben van-e. Az van-e, amit én akarok, az van-e, amit vártam. Most könnyű az élet, vagy nehéz, vagy lehetne erről beszélni. Viszont ezekre nekünk nincs hatásunk.
Vannak dolgok, amikre lehet hatásunk, de vannak dolgok, amikre nem. Egy csomó mindent nem tudunk irányítani. Szoktam mondani, hogy az emberi és a világi faktor kiszámíthatatlan. Nem tudjuk, hogy egy-egy ember egy bizonyos élethelyzetben hogy fog reagálni, vagy mi fog történni. Egy valami kiszámítható és biztos, az, hogy Krisztus ott van velem. Ez egy biztos pont. Ez az egyetlen, és minden körülményben ott van velem. Attól függetlenül, hogy én érzem-e őt, vagy sem. Ezt értsük meg, hogy Krisztus jelenléte nem az én érzékelésemen múlik. Oké? Hanem ő ott van. A kérdés csak az, hogy én a hitemmel kinyúlok-e e felé, vagy sem. És ezen az alapon az egyetlen, amire hatásom lehet, a saját magam reakciója. Hogy én hogyan reagálok bizonyos helyzetekben, de ahhoz kell ez a meggyőződés. Ez a mély meggyőződés, hogy nem az határoz meg engem, ami körülöttem van. Nem az határoz meg, hogy a másik most mit gondol rólam, hanem az határoz meg, ami itt van bennem. A Jézus Krisztusba vetett hitem. Kedves testvérek, tényleg nem tudom, mit hoz ez a jövő, ez az év. Nektek se, de még a magamnak se. De szívemből kívánom, hogy ezzel a hittel tudjunk tovább lépni. Ezzel a Krisztusba vetett hittel a 2023-as évbe is. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és helyünkön maradva válaszoljunk Isten megszólító szavára. Köszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy miközben a világ annyira kiszámíthatatlan, miközben annyi minden történik körülöttünk, és számtalan olyan dolog is, amit nem akartunk, vagy nem óhajtottunk, amikor úgy el tudunk veszni a saját hibás döntéseink következtében is, akkor te ott vagy nekünk mindig biztos pontnak. Köszönjük Pál apostol bizonyságtételét, ami rád mutat. Köszönjük ezt az erőforrást, ami te vagy, te voltál neki, és szeretnénk, ha nekünk is te lennél az, hogyha a bizalmunkat nem a körülményeinkbe, a biztonságunkba, más emberekbe, vagy akármibe vetnénk, hanem csak te beléd. Segíts nekünk, Urunk, hogy meg tudjunk térni a mi bálványainktól te hozzád, és hogy te legyél a mi életünknek a középpontjában, hogy tudjunk hozzád kapcsolódni, hitben mindig odalépni, és tudni, hogy te ott vagy mellettünk. Bocsáss meg, Urunk, azt, amikor valóban eltévedtünk, messze mentünk tőled. Bocsáss meg azt, amikor hitetlenek vagyunk, és inkább vádoltunk. De kérünk, Urunk, hogy jöjj, és jelents ki magad, és erősíts meg bennünket. Hadd legyen ilyen élettapasztalatunk, mint amilyen Pálnak is volt. Taníts minket a nehéz időszakokban, és a jó időszakokban is taníts minket hálásnak lenni, és jól élni mindazzal, ahogyan te amit adsz nekünk, és ahogyan kísérsz és támogatsz. És add, Uram, hogy az a bizalom, ami megszületik a szívünkben, az a békesség, ahogyan a múltunkra tekintünk, ugyanilyen derűs, életszerető, kíváncsi kérdést tudjon szülni a mi szívünkben is, hogy kíváncsian várjuk, hogy mi fog jönni. Nem félelemmel, nem szorongással és aggodalommal és rettegéssel, hanem a benned való bizalommal. Így köszönjük meg azt, ahogyan végig kísértél minket, az eseményeket, a gyülekezetünk eseményeit, az egyéni, saját, személyes életeseményeinket, és így adjuk neked, Urunk, a dicsőséget. Kérünk téged, Urunk, a egyedülállókért, a betegeinkért, a gyászolóinkért, és arra kérünk, hogy mind közösséget
Krisztust szerető, téged szerető közösséget is építs, növelj bennünket itt Mezőtúron. Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Helyünkről felállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig helyünket elfoglalva átadom a szót a férjemnek. Ilyenkor szoktuk már hagyományosan a gyülekezetbe végig tekinteni az elmúlt év gyülekezeti eseményeit, hálával a szívünkbe. Fogadjuk ezt így. Én is nagy szeretettel köszöntöm az újévi hálaadó gyülekezetet, és a hálaadás, ahogyan hallottuk az ige hirdetésben, a személyes életünkért is szól Istennek, de a gyülekezetünk eseményeiért is. Én erről szeretnék most beszélni, képes vetítés a gyülekezet életéről, remélem látni lehet majd a kivetítőkön. Ökumenikus ima hét az, ami meghatározza a januári eseményeinket. Ima 8-ad, 8 estén keresztül, hála Istennek még a járványos időszakban is, a templomainkban, római katolikus, református és evangélikus templomokban estéről estére összegyűltünk, és a szolgáló lelkészeket hallgattuk. Nagyon áldott alkalmak, és most is ugyanígy tervezni fogjuk januárban az ökumenikus imahetet. A következő kép házasság heti alkalmak. Február hónapot a házasság hete határozza meg, és most már nem egy istentisztelet volt csupán, hanem 4 alkalom is volt azon a héten, ami a házasság hete témájában került megtartásra a gyülekezetben. Egyrészt dr. Kocsis Áron nagy tiszteletű úrral, dr. Kocsis Attila fiával volt egy beszélgetés, és a feleségével. Ők tettek bizonyságot, hogy hogyan élték meg a hitüket a házasságban és a munkában, hiszen mindketten nagyon elfoglalt és nagyon sok munkát végző emberek, hívő emberként és családban élő, házasságban élő emberként, gyermekneveléssel megáldva. Tehát ez mind-mind hogyan egyeztethető össze, erről beszélgettünk velük. És a nőszövetségi alkalomnak is ugyanígy a házasság volt a témája, valamint egy új kezdeményezés volt, a házaspáros vacsora, ahol természetesen az ige köré gyűltünk, imádkoztunk, énekeltünk, és játékos formában próbáltuk egy kicsit átgondolni a házasságainkat. És a záró alkalom az pedig rendszerint egy olyan vasárnapi istentisztelet, ahol házaspáros ige hirdetés van, vagy mi szoktuk a feleségemmel, vagy az Éger házas pár végzi ezt a szolgálatot. Egy különleges, ami ritkán adódik, mégis szerintem ugyanúgy az Isten igéjéről tehetünk bizonyságot, így házaspárként is lelkészi szolgálattal. Működik az, amiről egy-két éve döntöttünk és beszéltünk, hogy az IFI-nek a nagyobb létszáma miatt, tehát ugye 30-40 fő járt már az IFI-be, és nem lehetett olyan jó közvetlenül beszélgetni, és az a döntés született, hogy bontsuk ketté, és korosztályosan lett egy picifi, ugye ők a kicsi korosztály, főleg a felső tagozatról, kisgimnazista korosztályból, és van egy nagyifi, ők pedig ugye a nagyobbak, ők a gimnazista, meg még az egyetemnek az alsó korosztálya, és
jól működik, azt gondolom, és folytatni fogjuk. Itt láttunk a picifiről, és most pedig a nagy ifiről fényképet. Hát sajnos az örömteli események mellett, ugye pont lassan egy éve, hogy kitört a háború a szomszédságunkban, és az első olyan esemény, ahol a háború áldozatainak és azok családjainak a megsegítésére gyűjtöttünk, ez a Mága koncert volt, március 2-án itt a Nagy Templomban, teltházas koncert volt, és a körülbelül 500 000 forint összeget a szeretett szolgálaton keresztül el is juttattuk Kárpátaljára. Arról is beszéltünk itt az egy-két elmúlt esztendőben, hogy a gyülekezetünkben nagyon fontos szerepe van a csoportoknak, tehát a személyes törődés, a személyes beszélgetés a sok-sok csoportban valósul meg, és az egyik ilyen jól működő kezdeményezés, ami lassan már negyedik éve megy, ez a keresztkérdések, ahol Márk evangéliumát tanulmányozzuk végig 10 alkalommal, szerda esténként, és a keresztkérdések sorozat negyedik csoportja, az első sorozat negyedik csoportja indult el szintén márciusban. Egyházmegyei lelkész értekezlet volt itt Mezőtúron, ez azt jelenti, hogy a megyének a lelki pásztorai ide gyűltek Mezőtúra, nem csak istentiszteletet tartottunk és az aktuális ügyeket beszéltük meg, hanem a látogatóközpontot is megnézték, valamint a város történeti, éppen akkor elkészült kiállítást is megnézték a környék lelki pásztorai. A nők ökumenikus világ imanapját rendszerint március 8-a környékén tartjuk, és a nők ökumenikus világ imanapjának a témája általában Zimbabwe, Bantu köztársaság, nem tudom. Most természetesen hiába volt egy ilyen nagy világtéma, mi azt gondoltuk itt helyben, hogy amiért nekünk imádkoznunk kell, az a békesség a háború idején. És éppen ezért Ima a békéért címmel tartottuk ezt a nők ökumenikus világ imanapi alkalmat. És itt éppen az a kép látható, ahol a kedves asszony testvérek, nőtestvérek itt imádkoznak az Úr asztalánál a békességért. Ha már nőszövetség, azért a férfi kört is ide teszem. Ez éppen egy olyan képkocka, ahol a férfi körünk meglátogatta a martfűi férfi kört, és az igei alkalom után, énekléssel, imádsággal egybekötött alkalom után nagyon komoly dolog várt még ránk, pingpong mérkőzés, ahol meg kellett verni a másik férfi körnek a csapat tagjait. Jó hangulatú együttlét volt ez a férfi körös alkalom is. Március 15-én ünnepi istentiszteletet tartottunk, és több helyen voltak megemlékezések, általános iskola, középiskola, idős otthonok, rendszerint ilyenkor a gyülekezetben és intézményeiben több ünnepi megemlékezést is tartunk. Hogyha április, akkor pedig az egyházkerületnek a nőszövetségi találkozója, ezen is részt vettünk nőszövetségi tagokkal. Na hát a nőszövetség után azért a férfi presbitereket is megint emlegetni kell, és szeretném megemlíteni, ezt a képet ezért hoztam. Férfi presbitereink elforgatták a nagy templomnak a harangjait, ezt azért kellett, hogy ne egy helyen kapják az ütést folyamatosan, és hát nagyon komoly, hogy van az idézet, hogy jó mulatság férfi munka volt. Tehát megforgattuk a harangokat, és most már máshol kapják az ütést, úgyhogy megint egy néhány évig reméljük, hogy ugyanilyen szépen szólnak, és hivogatnak minél többeket istentiszteletre. Virágvasárnap családi istentiszteletet tartottunk, és itt ilyenkor elindul a gyülekezetben a készülődés a húsvétra, virágvasárnaptól kezdve. Húsvéti kézműves délután tartottunk, ahol a nőszövetségi tagok és a picifisek, meg a nagyifisek dolgoztak azon, hogy a húsvéti vásár elkészüljön. Nagypénteken az a megtiszteltetés érte a Mezőtúri Református Egyházközséget, hogy innen a Kossuth Rádió közvetítését hallgathatta
az egész Kárpát-medence magyarsága, sőt, hát most már ugye az interneten keresztül még távolabbi vidékeken is hallották. Hálásak vagyunk ezért az alkalomért. A felnőtt kórus a Szenci Passióval szolgált, egy gyönyörű előadással, és nekem pedig az a gyönyörű szép lehetőségem volt, hogy személyes bizonyságtétellel is elmondhassam azt, hogy mit jelent a megváltás az én életemben, Krisztus megváltó munkája. Nagypénteken ezt a rádió hullámhosszain és interneten keresztül én evangelizációnak is tartom, mert egy nagyon fontos dolog, hogy ennyi helyre eljuthat a Krisztus megváltó munkája sok-sok emberhez. Aztán, ha már férfi kör és nőszövetség, akkor a férfiak és a nők találkoztak is egymással. Ez is egy jó hangulatú, az ige köré és énekek és imádság köré összegyűlt kis lehetőség volt, de természetesen itt is voltak különféle játékos, tréfás feladatok is, és egy jó hangulatú vacsorával zárult. Azóta egyébként, amióta a férfi kör is főzőcskézik, a kántorunknak a nyulai eltűntek a ketrecéből, állítja, hogy nem azok a nyulak kerültek a nyúlpörköltbe, meg a galambok is a férfi kör tagoknál úgy fogyatkoznak meg, ilyen-olyan apró jószágok a háztartásokban. Az asszonyok vagy észreveszik, vagy nem. Egy másik megtiszteltetés ért bennünket, amikor az egyház kerület, dr. Fekete Károly püspök úrék felkértek bennünket, hogy az egyház kerületi kórus találkozót itt Mezőtúron rendezzük meg, és egy nagyon szép rendezvény volt. Fekete Károly püspök úr prédikált, Koncz Tibor Esperes úr köszöntötte a gyülekezetet, a képeken sorba haladva Szűcs Dániel, akkor már polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, és a múlt és a jelen egyházkerületi zenei igazgatója, Arany János és Berkesi Sándor tanár úr is látható a képen, ők is itt voltak, és szakmai tekintélyükkel megtisztelték ezt a rendezvényt, és ők is köszöntötték a megjelenteket. És természetesen Böszörményi Gergely sem hiányozhat, aki pedig a nagyországos zenei programoknak a szervezője. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a rendezvényünk is nagyon szép volt. Felvételek egyébként mindegyikről láthatók a Refem Túron és a Túri Televízióban. A május első vasárnapja, akkor anyák napja, itt több képet is látunk gyülekezetben, belvároson, újvároson, idősek otthonába, intézményekbe, tehát nagyon sok helyen megünnepeltük az anyák napját, hálát adtunk Istennek az édes anyákért, és emlékeztünk azokra az édes anyákra, akik már nem lehetnek közöttünk. Emlékhelyek napja volt, május 14-én egyébként a látogató központot felkeresik, bejelentkeznek, tehát ami a járvány alatt egy kicsit visszábesett, mert nem nagyon mertek az emberek közösségbe menni, az most ismét fellendült. Május 15-én hálaadó Isten tiszteletet tartottunk, 30 év és 20 év, ezt írtam ki, 30 éve, hogy református lett ismét az iskolarendszer, református fenntartásba került 1992-ben. Mi a feleségemmel 20 éve vagyunk itt, ezért is hálát adtunk, valamint hálát adtunk azért, hogy 3 épületet adtunk át pályázati forrásokból, az egyik az új református bölcsöde, a másik a Szendi Pál idősek otthona energetikai felújítása, korszerűsítése, harmadik pedig a Pályi István sportcsarnok energetikai korszerűsítése. Ezekért is hálát adtunk. Említettem a csoportokat, és az egyik olyan kezdeményezés, ami szintén nagyon sokat segít, szenvedélybetegek és hozzátartozóik részére, a Kék Kereszt csoportunk. Következő képkockám megint a kis csoportból egy nagy rendezvény képet árul elénk. Ez a 3. Csenki Imre országos református énekverseny. Hát itt is az ország minden pontjáról érkeztek, és itt a nagy templomban tartották a nyitó-záró alkalmat. Nagyon szép, örömteli alkalom volt ez az országos, sőt, Kárpát-medencei énekverseny is. Megint a nagy tömegből a kis csoporthoz.
csendes hétvégén jártunk az SDG Református Konferencia központban, ennek a képét láthatjuk. Konfirmációi vizsga gyülekezetünk létfontosságú eseménye, és a fogadalomtétel a felső része a képnek a díszteremben a vizsga, áldozó csütörtökön, mennybe menetel ünnepén, és az alsó része a képnek, ez pedig itt a nagy templomban, éppen a konfirmációi fogadalomtételnek a pillanata. Ez pünkös vasárnap volt, nagyon hálásak vagyunk azért is, hogy végre hagyományosan a megszokott helyén, idejébe tarthatjuk a rendezvényeinket. Ugye a járványban ez egy kicsit másképp volt. De emlékezzünk vissza, hogy volt olyan év, amikor szeptemberben kellett konfirmációt tartani, mert nem lehetett addig nagyobb tömegnek összegyűlnie egy helyen. És hogyha pünköst hétfő, akkor pedig Újváros, gyönyörű szép újvárosi templomunkban felnőttek tesznek konfirmációs fogadalmat, valamint gyermekkeresztelés is történt, és utána pedig szeretett vendégség az újvárosi gyülekezeti háznak az udvarán ennek a képét láthatjuk. Következő megtiszteltetés, ami érte az egyházközségünket, felkért az egyházmegye, hogy a nagykunsági egyházmegye első ifjúsági találkozóját megrendezzük. Több mint 100 fiatal jött ide. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a nagykunsági egyház megyében az a néhány gyülekezet, ahol még van ifjúság, meg van fiatal, és az ottani ifjúsági körök gyűltek össze itt Mezőtúron, és az igeköré ifjúsági zenekarral vezetett énekléssel, imádsággal, és utána pedig játékos feladatokkal egy nagyon jó hangulatú találkozót sikerült megszervezni. Varga Katica volt már itt istenes énekeket, verseket, valamint egyházi énekeket énekelni, gitárkísérettel, itt a nagy templomban énekelt már egyszer néhány évvel ezelőtt, és most pedig olyan pályázati lehetősége volt neki, hogy az idős otthonokban lép fel, és így a Szendi Pál református idősek otthonában énekelt. Az ő koncertjének is a felvétele megtalálható egyébként a Refem Tour YouTube csatornán, és a Túri TV-ben is leadtuk. És ha nyári időszak, akkor először a vakációs bibliatábor június végén, ez már az 5. ilyen bibliatáborunk, helyben a gyülekezeti házban szoktuk megtartani, mintegy 92 gyermek volt ebben az évben, tehát nagyon szép létszámmal jönnek erre a kis gyermekek, és az általános iskolával karöltve sikerül megszervezni egy egész napos program hétfőtől péntekig a kisgyermekeknek. Nőszövetségi tagjaink Debrecenbe jártak, itt a nagy templomnak a képét látjuk, és előtte a nőszövetségi tagjainkat. Karcagon jártunk nyáron a református középiskolák találkozóján, és nem csak küldöttséggel, hanem egy érdekes felkérés érkezett felénk, feleségemmel 25 éve egy ilyen református középiskolák találkozóján ismertük meg egymást, én kecskeméti refisként, ő debreceni refisként, és erről kérdeztek, erről beszélgettünk a résztvevőkkel, hogy milyen hasznos egy ilyen középiskolás találkozó, akár még házasság is lehet belőle. És természetesen mit kaptunk akkor azon a találkozón, Kecskeméten, Emmaus házban, erről beszéltünk a lelki gazdagodásról is. Nyár közepén a hittantáborunkat meg szoktuk tartani, 50 diákot vittünk el, most májiban Miskolc mellett voltunk, és annak a környékét jártuk be. Délelőtt bibliai foglalkozásokkal, bibliai történeteket hallgatnak a gyermekek, és utána csoportokban beszélgetünk és imádkozunk velük ezekről a történetekről. Nyáron zárult le, hála Istennek egy kicsit hamarabb, mint a járvány alatti másfél éves, mert volt egy olyan keresztkérdések sorozat, ami másfél évig tartott, mert körülbelül háromszor zárták be a templomokat, meg háromszor kellett ugye megállítani a folyamatokat a járvány miatt. Most azért nyár közepére sikerült a keresztkérdések 1/4-es
Biblia tanulmányozó csoportjával lezárni a kurzust. A következő kép egy új kezdeményezés, gyülekezeti tábor, és nagyon szép hétvégét töltöttünk el Gajatetőn. Most is lesz ilyen egyébként, ez itt a reklám helye. Augusztus 28, 29, 30, 31, Mátra házán a konferencia központban lehet még jelentkezni erre a táborra. Már gyűlik szép számmal a résztvevői kör. Most már lassan hagyományossá válik, és nagyon örülünk, hogy helyszínt adhatunk a dalvarázs hangversenynek, és itt a nagy templomban tudjuk megtartani. Nagyon szép létszámmal eljön Mezőtúr lakossága, és nagyon örülök, hogy a szervezőkkel karöltve egy szép alkalmat sikerül itt megrendezni, és nagyon szép estét töltünk el. Ez a zenei rendezvény augusztusban most már hagyománnyá válik, legyen ez így ebben az évben is, reméljük, hogy nem lesz már a járványnak vagy egyéb dolognak bármilyen következménye, ami megakadályozná. Augusztus 20-án az új kenyér megáldását szoktuk a Városházán, és szeptember 1-én pedig a lelkész kollégákkal a mezőtúri bombatámadás áldozataira emlékezünk és imádságot mondunk a gyászolók vigasztalódásáért. A gyászfeldolgozó csoportra is van igény, és már a második, tehát ez a római kettes gyászfeldolgozó csoport, ami elindult szeptember 12-én, és itt ugyanazzal a gyásszal és fájdalommal küzdő emberek tudnak egymással beszélgetni Isten vigasztaló jelenlétében. A Nőszövetség programtervező gyűléséről azért hoztam egy képet, mert hogy itt alakult ki, kicsit átgondolta a Nőszövetség az éves programját, és a következő képen arról számolok be, hogy elindult a nőszövetségi olvasókör, ami azt jelenti, hogy összeülnek a hölgyek, és amit olvastak, azt megbeszélik, tehát ez is egy új kezdeményezés, a nőszövetségi olvasókör. Most januárban is lesz, január közepén hirdetni fogjuk időben. Szerda 17 órakor pedig havonta egy alkalommal belvárosi gyülekezeti házban, most ugye a hidegebb időszakban, a lelkészi hivatalban szemlélődő imaóra indult a gyülekezetben. A nagy épületfelújítások mellett az újvárosi templom tetőszerkezetének is részlegesen elindult a felújítása. A tervek megvannak, és most jelenleg az oldaltetők, tehát nem a nagy tető, hiszen arra nincs pénz, az oldaltetőknek a felújítása történt meg. Az is egyébként körülbelül 2 családi ház tetejének a mérete, tehát ez is egy nagy felület. Teljesen vissza kellett bontani a tetőszerkezetet, a fagerendákat, teljesen újraépíteni, és úgy a műemléki szakhatóságokkal, az örökségvédelemmel egyeztetve ezt a gyönyörű, szép, ilyen hótfarkú cserepet kérték, hogy tegyük rá, és ez is felkerült, tehát a két oldaltető felújításra került, valamint belülről alatta a festés is megtörtént, tehát ki is festettük azt a részét, tehát a két oldalhajó részt a templomban, meg a főbejáratnak a bejárati részét is. Ha október, akkor idősek hete rendezvényei, egyik a Bakos otthonból, a másik kép a Szendi otthonból került ide, valamint októberben szoktuk ünnepelni a Szendi otthonnak a születésnapi ünnepségét. Egyébként a két otthon együtt 10 éve működik. Tehát a Mezőtúri Református Egyházközség a Szolnoki úti és a benti Kis János úti idős otthont éppen hogy 10 éve üzemelteti 2022-ben. Ezt is megemlítettük és emlékeztünk erre. Október 6 megemlékezés az aradi vértanúkra. Egyházmegyei evangelizációt tartottunk. A Nagykunsági Egyházmegyéből több helyről, több gyülekezetből érkeztek.
és Takaró Tamás nyugalmazott esperes úr szolgált itt október közepén. Megint egy apróbb felújítás, az ókönyvtár akadálymentesítése megtörtént, liftet szereltünk be azért, hogyha nyugdíjas csoportok vagy mozgássérültek érkeznek, akkor ők is fel tudjanak menni, és az ókönyvtárat meg tudják látogatni. Következő képkocka, Koi Eszter, vallásoktató lelkészünket felszentelték Debrecenben. Ott voltunk a felszentelésen, és gratuláltunk együtt, örültünk vele. Ugye ő is már hetedik lelkészként itt van Mezőtúron, ő az iskolában hittanórákat tart, ez a teljes állása. Erre nevezte ki, rendelte ki Fekete Károly püspök úr. Ott látjuk egyébként jobbra, hogy Fekete Károly püspök úr és Püski Lajos, püspök helyettes, ketten adják át ehhez a szükséges dokumentumokat Eszternek. Október 23-án ünnepi istentiszteletet tartottunk, és koszorúztunk a város főterén, és november 1-jéhez legközelebbi vasárnap, gyászolók vasárnapját tartottunk. Elég sokan elfogadják a meghívást. Az elmúlt években, akik temetésen református szertartással álltak meg a sír mellett, és kértek vigasztalást Istentől, lelkészi gyászszertartással, őket szoktuk hívogatni, és elég sokan el szokták fogadni ezt a meghívást, és itt a templomban, Isten gyógyító jelenlétében keresnek vigasztalást és megnyugvást a lelküknek, ahogyan emlékeznek elhunyt hozzátartozóikra. És akkor elérkezett az adventi időszak, most ugye már novemberben elkezdődött, elég hamar az adventi időszak. Ez az adventi kézműves délután, ahol a karácsonyi vásárt készítik elő, nőszövetségi tagok és ifisek együtt. Karácsony ünnepére evangelizációval készültünk, evangelizációs estéket tartott Hánka Levente, ceglédi lelkipásztor, és evangelizációt záró úrvacsorás istentiszteletet tartottunk advent első vasárnapján. Kilépünk többször a város felé is, egyre inkább advent első vasárnapján az első városi gyertyagyújtáson jelen lehettünk, Isten igéjét olvashattuk és imádkozhattunk ondavai főesperes úrral. Karácsonyi picifit tartottunk. Advent második vasárnapján nőszövetségi szeretett vendégség volt, valamint a felnőtt kórus is fellépett itt a nagy templomban advent második vasárnapi istentiszteleten. Ez a kép a karácsonyi nagyifiről készült. Az ifiket is a lelkészi hivatalban tartjuk most. Advent harmadik vasárnapi családi istentisztelet képe. Advent negyedik vasárnapi istentisztelet ovisokkal, és mondtam, hogy többször kilépünk a város fele, itt pedig advent negyedik vasárnapján a városi gyertyagyújtáson kapott lehetőséget a feleségem, hogy megossza adventi karácsonyi gondolatait, és természetesen nem maradt ki belőle az, hogy Isten szeretetéről beszéljen a város lakossága előtt, és a felnőtt kórus, az összesített kórusban is énekelt nagyon szép egyházi énekeket, valamint önállóan is volt lehetőség énekelni a város számára. És ezután kezdődtek igazából ilyen felvezetéssel, ennyi programmal kezdődött meg az a hét, amelyen készültünk karácsony ünnepére. Ez a piros plakát ezeket tartalmazza. Hétfőtől ugye bűnbánati alkalmakat tartottunk minden este, szombatra esett a szenteste, és vasárnap volt december 25-én, karácsony első napján az úrvacsorás istentiszteletek sora, Újvároson, Belvároson, két pón az idős otthonokba, tehát nagyon sok helyen hangzott a karácsonyi örömhír, az evangélium, hogy Krisztus megszületett. És másodnapján pedig itt tartottunk Belvároson alkalmat. Még mielőtt a statisztikára rátérnék, egy mondatot engedjenek meg a testvérek. Az év második felibe többen láthatták itt a képeken, hogy már nem használtuk a gyülekezeti házakat,
Ugye az a döntés született, a presbitérium úgy döntött, hogy a megemelkedett gázárak miatt bezárjuk a gyülekezeti házakat, nem fűtünk, tehát a gázkazánok ki vannak kapcsolva. Ugye nagyon sok lett volna, körülbelül a kettő gyülekezeti háznak a fűtés költsége 10 millió forint lett volna, ennyit nem tudunk előteremteni. Bezártuk a gyülekezeti házakat, kisebb köri alkalmakat, csoportokat meg tudjuk oldani a lelkészi hivatalban, valamint Újvároson házi bibliaórákkal, ami nagyon jó hangulatú és egy nagyon jó ötlet volt és kezdeményezés, mert egymáshoz ellátogatunk, és ott tartjuk házaknál a bibliaórákat. Valamint egy nagyon fontos dolog, amiért, ha már hálaadó Isten tiszteleten vagyunk, hálásak vagyunk azért, hogy ez a gyönyörű szép belvárosi nagy templom fűtött, és nem gázzal, hanem geotermikus, megújuló energiaforrásból a föld hőjét használjuk, aminek ugyan van elektromos áram költsége, de közel sem annyi, és egy ilyen kellemes, jó melegben, aránylag melegben meg lehet tartani itt az istentiszteleteket. Ezért van a legtöbb alkalom itt a belvárosi református nagy templomban, vagy pedig a lelkészi hivatalban. És akkor néhány statisztikai adat, 800 fiatal, 400 egyháztag, 300 alkalmazott, 200 idős, 62 konfirmáció volt tavaly, 60 keresztelés, 30 temetéssel alkalmával álltunk meg a ravatal mellett, református szertartás szerint, és 11 esküvőt tartottunk. És a zárókép, amikor készítettem a prezentációt, ez múlt hét közepén volt, december 20-valahanyadikán, 7-én, 8-án, és kinyitottam a bibliaolvasó kalauzt, és ez volt a napi ige. Úgy gondoltam, hogy beteszem, ennél szebb zárás vagy ígéret nem is hangozhatna el a háborús időszakban. Ézsaiás 11-nek a fejezet fejléce felirata, a Messiás békét hoz a földre. Így legyen. Csak ennyit tudok mondani. Köszönöm, hogy meghallgattak a testvérek. Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség. És bocsássanak meg nekem, mert most el fogok menni. 11 óra 15 perckor az idősek otthona, Szendi otthonnak az Isten tiszteletén ugyanúgy el fogom ezt a vetítést mondani. Beszámolok, hiszen sok korábbi gyülekezeti tagunk van ott az idős otthonban, és ők szívesen hallanak arról, hogy mi történik a gyülekezetben. Befejezem. Megértettem a célzást. Köszönöm, áldás békesség. A hirdetéseket azzal kezdeném, hogy szeretnénk megköszönni az egyházközség munkatársainak az egész éves szolgálatukat, mert amiket itt láttunk, az nyilván nem a kettőnk munkája. Szeretném megköszönni először is a lelkészeinknek a munkáját, akik sokat segítettek nekünk ezekben, a kántorainknak az egész éves munkáját, a presbitereinknek a munkáját, és itt kiemeltem Bányainé Nagy Mária főgondnokasszonynak is szeretném megköszönni azt, hogy mindig ott van mellettünk ezekben a szolgálatokban, és természetesen az önkéntes szolgálattevőinknek is, mert nagyon sok olyan ember van a gyülekezetben, aki nincs nevesítve, de nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy ezek a gyülekezeti rendezvények így megvalósulhassanak. És természetesen tényleg mindezért Istené a dicsőség, és mindezek azért vannak, hogy az ő országát építsük itt Mezőtúron. Legközelebb jövő hét vasárnap találkozunk 10 órakor itt a belvárosi református nagytemplomban, illetve 4:12-kor a Szendi Pál otthonban tartunk Isten tiszteletet. Adományokat csak összesen mondom, a karácsonyi ünnepek alatt 108.840 forint érkezett. Köszönjük az adományokat, és itt hívom fel a gyülekezet figyelmét, hogy adakozzunk most is jó szívvel, ahogyan elkészítettük magunkban. 2023-as bibliaolvasó kalauz, ahonnan ugye az igehirdetés alapigéjét is vettem, kapható a református lelkész hivatalban, és a kis újságunk is, aminek az elején most ezek az adventi alkalmak vannak összefoglalva. Hát Isten legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük, kedves testvéreim, ami a 770-es énekünknek mind a három verse,
770-es számú énekünk mindhárom versét énekeljük. Első verse így kezdődik, az Úr csodásan működik. Fennállva énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Kegyelmes Isten, áldjon meg téged tetőtől talpig.
A menny királyának irgalma palástként takarja be testedet. Adja meg Isten neked mindazt, amire testednek és lelkednek szüksége van, és ami szépséget, mélységet és békességet hoz életedbe. Adja meg Isten, hogy hálás szívvel megoszthasd másokkal kincseidet. Áldjon meg téged, hogy láthasd jóságát az élők földjén. Amen.